Szót szeretnék ejteni az auschwitzi jegyzőkönyvről, kronológiánkban ez következik. Bár a Jobbásztor Bizottság történetében ez a legismertebb tény Illiás József kapcsán, ahogy sajnos a keresztény egyházak embermentési tevékenységéről és bőséggel születtek írások a jópásztor említése nélkül, úgy az auschwitzi jegyzőkönyv kapcsán is nagyon sok olyan tanulmányt találtam, melyek meg sem említik Illiás Józsefet. Tudjuk, hogy a szakirodalomban három különböző jegyzőkönyv van számon tartva, én most arra utalok, mely az Illiás József által vezetett Jópásztor Bizottsággal kapcsolatos. A jegyzőkönyvet 1944. április végén Sós Gézától kapta Illiás József a Múzeum Kávéházban egy találkozón. Az Auschwitzban működő titkos fogoly szervezet megszöktetett két fiatal szlovák zsidót, Walter Rosenberget és Alfred Wetzelt, akik feladatul kapták a híradást az ott történtekről. Az auschwitzi jegyzőkönyv egy rajzokkal, térképmellékletekkel kiegészített, nagyon terjedelmes leírás. Sós Géza feladatként arra kérte Illiás Józsefet, fordítassa a jegyzőkönyvet 6 példányban. Erre egy hét időtartam állt rendelkezésre. A jegyzőkönyveket Székely Mária fordította le. A fordítás után feladatává tette, hogy juttassa el a jegyzőkönyveket a magyar egyházak vezetőihez. Dr. Serédi Justinian bíboros hercegprímáshoz, aki ez a jegyzőkönyvet Kavalier József vitte el. Ravasz László a konvent elnökpüspökéhez, hozzá továbbítást Berecki Albert vállalta magára. Dr. Raffai Sándor evangélikus püspöknek részére dr. Kemény Lajos Esperes vitte a jegyzőkönyv fordított változatát. Komoly Otto részére, aki az izraeli közélet és a cionisták egyik vezetője volt, részére dr. Kárpáti Géza bíró barátja juttatta el a jegyzőkönyvet. Majd egy hosszabb idő elteltével, amikor az internálásból kiszabadult, Török Sándornak küldték el a jegyzőkönyvet, aki a Magyar Zsidók Szövetsége és a Zsidó Tanács vezetője volt, és az ellenállás szervezése alapján a kormányzó helyettes özvegyének, Horthy Istvánnénak, Édesem Gyulai Ilona grófnőnek, majd rajta keresztül Horthy kormányzónak hozták ismeretére az abban lévő tényeket. Illiás József már tudott Auschwitzról. A német megszállás után március 22-én Kavalier József tájékoztatta arról, amit a pápai nunciatúrán hallott, vatikáni bizalmas közlések alapján. Megtudta a német menetrendet a magyar zsidósággal kapcsolatban. A forrást megerősíti Angelo Rotta nuncius Serédi prímással és az általa a magyar katolikus püspöki karral megoszthatta ismereteit a haláltáborról. De a jegyzőkönyv volt az első hiteles és írott dokumentum a prímás és a püspökök számára is. Kavalier arra kérte Illiást, hogy pánik elkerülése miatt egyelőre ne terjesszék még ezt az információt. Két nappal később Kemény Lajos Esperes mondta el pontosan ugyanezt Illiás Józsefnek, ő német forrásokra hivatkozott. Illiás Józsefet álmatlan éjszakák kísértették. Ezek után levelet írt Ravasz Lászlónak, Révész Imrének, Győri Elemérnek, Enyedi Andor püspököknek, hogy a helyzetre való tekintettel éljen az egyház a kulcsok hatalmából, azaz a keresztség és az úrvacsora megtagadásával azoknak, akik ezen cselekedetekben részt vesznek. A Ravasz püspök válasza Illiásnak az volt, hogy ők őt arra rendelték, hogy az egyház intenciói szerint végezze a Jópásztor Bizottság munkáját, nem arra, hogy átvegye az egyház kormányzást. Illiás József értékelése szerint, tehát idézem, a magyar ellenállási mozgalom az auschwitzi jegyzőkönyvek megszerzésével, fordításával, kézbesítésével, a Jópásztor Bizottság közreműködésével érte el kitűzött célját.
Amikor 1944. május 15-én az első szerelvények elhagyták az országhatárt a deportáltakkal, már minden egyházfő hiteles beszámolóból tudott arról, hogy hova vezet ez az út. Pár hét múlva 300 ezer zsidó embert deportáltak vidékről, ezután mutatkozott csak némi remény a változásra, ami a magyar történelmi egyházak közös fellépése lett volna. 1944. június 15-én a Csillagos házakba való költözésről megjelent rendelet napján Kavalier Józseffel Éliás József Győrbe utazott Ravasz László nevében Apor Vilmos püspökhöz, Ravasz Lászlónak Serédi hercegprímáshoz írt levele miatt. Ravasz László kezdeményezte a történelmi egyházak közös tiltakozó nyilatkozatát. A püspökkel ebédeltek, aki a palotát is megmutatta neki. Komor és feszült volt, mert pont azokban a percekben látogatásuk alatt zsúfolták a vagonokba Győr és környéke zsidóságának utolsó deportálandó csoportját. A kezdeményezés ismertetése és kudarcának oka nem fér bele előadásom keretébe. Éliás József az egyháza közös fellépésének hiánya kapcsán úgy értékeli, idézem, az a tény, hogy május 14-e és június 16-a, amikor Kavalier József, a Szentkereszt Egyesület főtitkára, és Éliás József elvitte Győrbe Apor püspökhöz, Ravasz püspök, Serédi Justinián bíboros hercegprímáshoz címzett levelét, az egyháza közös tiltakozásának szövegtervezetét, között eltelt egy hónap, és ő fő magassága Ravasz úrnak címzett válasza e tekintetben nem volt kedvező. A dátum nagyon fontos, mert május 10-én még nem deportáltak, de június 16-áig már százezreket hurcoltak el Auschwitzba. 44 júniusának mulasztása azért olyan iszonyú, mert a közös egyházi fellépés még megmenthetett volna 130-150 ezer zsidó, vidéki zsidó embert, azokat, akiket akkor még nem deportáltak. Május 15-én Kárpátaljáról elindultak az első deportáló szerelvények Auschwitzba. Az erről szóló hírek nem érhették váratlanul Ravasz Lászlót. Perényi Zsigmond báró, a felsőház elnöke, ugyanis már április végén megkereste a püspököt és elmondta neki, Kárpátalján és az egész Észak-Kelet-Magyarországon folyik a zsidók összegyűjtése. Ez indította végül is Ravasz Lászlót arra, hogy május 17-én a Református Egyetemes Konvent nevében beadványt küldjön Sztójai miniszterelnöknek. Idézet vége. A Református és Evangélikus Egyház 9 püspökének a miniszterelnökhöz szóló levelét június 23-án adták át, mely a sorban a legerősebb tiltakozást jelentette. 1944. július 9-én Raoul Wallenberg Budapestre érkezett. Napokon belül és teljesen váratlanul elsőként Éliás Józsefet keresi fel Lázár utcai irodájában, akit még Svédországban ajánlottak figyelmébe, mint az ellenállási mozgalom vezetőjét, és előre garantálták diszkrécióját. 2,5 órát beszélgettek Székely Mária tolmácsolásával. Wallenberg átad a követúr nevében 1500 darab kitöltetlen svéd védlevelet, de kéri, hogy még ne használják fel, csak akkor, ha romlik a helyzet. Felajánlja, hogy Éliást svéd követségi állományba veszi, ő ezt megköszöni. Tudomásom szerint az ezt tanúsító igazolást életében egyetlen alkalommal használta, a háború végén a zuglói szovjet katonai parancsnokságon, majd másnap ugyanaz a szovjet tiszt tépte szét.